Itt van újra az a varázslatos idő az évben, amikor közeledik a karácsony, hullanak a levelek a fáról, és az Activision megpróbálja megint lenyomni a torkunkon a legújabb kodrészt. Ezúttal Advanced Warfare néven. Na most lehet, hogy velem van a baj, de a Modern Warfare után Advance-nek hívni a következő részt kicsit olyan beütést ad, mint hogy 5 percet nem gondolkodtak volna rajta, nem kiadták volna valami bölcsibe a napköziseknek délutáni foglalkozásnak a névadást. De vágjunk bele! And the butchery begins. Kezdjük a kampánnyal, mert tudjátok, hogy van ez. Nézzünk szembe a tényekkel, ezt a játékot nem gondolkodó embereknek találták ki. Nekem ez volt az első Call of Duty, ahol 20 perc játék után úgy éreztem magam, mintha valami kicseszett Monty Python sketchben lennék. Az akció egyszerűen már képtelen volt elvonni a figyelmemet arra, hogy mennyire iszonyatosan abszurd, infantilis, dramaturgiai okádék ez a történet. És igen, ezt még Kevin fucking Spacey se tudja megmenteni. Oh, I feel for you. Persze sokakban jogosan felmerült az, hogy de Shirin, a kodok már nagyon régóta ilyenek, és ezt alá is kell írnom, viszont korábban mindig volt valami, ami erről el tudta vonni a figyelmemet, legyen az egy karakter, vagy egy fordulat a történetben, vagy ugye maga az akció volt elég izgalmas. De itt, amikor 10 perc után ott tartok, hogy a haverod beszólja, hogy az apja az Atlas katonai szuperhatalom vezetője, majd 2 perccel később Riktig meghal, és ezután természetesen a temetésen a szemétserebbentő fatárjával összehavarkodsz, miután az F-gomb megnyomásával leróttad a tiszteleted. Szóval már nem azért, de ez a jó ízlés határait feszegeti már. Mi a broki lesz itt legközelebb? Nyom meg az F betűt, hogy megvigasztal a gyászoló árvát, vagy nyom meg az F betűt, hogy az elvetélt anyát jobb kedvre derít? Akkor a nevetséges vicces, komolyan nehezemre esik bármit ennél alpáribb dolgot kitalálni, mint a sír fölött F betűvel leróni a tiszteletet. Főleg ez megfejelve azzal, hogy az embernek szinte már hányingere van attól, hogy Kevin Spacey karaktere Jonathan Irons a saját fiat temetésé, mint az egészbe beleszarna. I have no patience for useless things. Bár lehet, hogy ez működött volna akkor, hogyha a játék nem 10 perc után lövi el ezt. Valahogy annyira lealacsonyítja ezt az egész dolgot, pláne úgy, hogy amikor meghal a srác, kb. Ismertük ugye 10 perce, és semmi érzelmi kapcsolatunk nincs vele. De hát, a játék valamilyen sokkot akart kiváltani, meg ezek szerint nem volt jobb ötletük Jonathan Irons és az egész Atlas bevezetésére. Az odakerülésünk igazából amiatt van, amit már a korábbi trélerekben is előttek, hogy a karunkat elveszítjük, és ugye az Atlas olyan technológiával rendelkezik, amivel senki más, tehát nagyon zoral új kezet tudnak nekünk varázsolni, hogy folytathassuk a bevetésénket, de ezúttal már nem a kormány, hanem a cég embereként. Az Atlas egyébként egy ilyen mindent átfogó katonai szervezet, akiket az országok bérelhetnek föl bevetésekre, meg mindenre, de foglalkoznak humanitárius segéllyel, ilyesmi. A történet fő vonala a kicsit technofób KVA terrorista szervezet és a vezetőjük Hades. Az ilyen nevekkel nem hagynak túl sokat a képzeletnek, szóval a szervezet és Hades elleni harcról fog szólni. Egy ideig. Igen. A játék egyik ordas nagy hibája, hogy a nagy csavar a történetben annyira, de annyira egyértelmű, hogy komolyan 20 perc után már bárkinek lejöhet. És ezt megfejeli nekünk a játék azzal, hogy mint jó környezetvédő újra felhasználja a korábbi részek egyes érdekesebb pontjait. Kicsit olyan érzésem van, mintha valami COD Best of jeleneteket játszanék újra, úgyhogy igazság szerint ezek nem kifejezetten érdekesek másodikra. Amikor meg nem ilyeneket csinál, akkor újítanak olyasmivel, hogy beraknak egy Frogger játékot a pálya közepébe. Édes Istenem. Az meg, hogy 50 évvel a jövőben vagyunk, nem tesz sokat sajnos hozzá az élményhez. A játékmenet gerincét képző exoskeleton, ami segít a katonáknak emberfeletti erőt, képességeket, ugrást, ilyesmit adni, nagyon hamar mundénná és triviálissá válik. Valamiért nem adnak egy futurisztikus élet a játéknak, amit szerintem el akartak vele érni. Mondjuk lehet azért, mert baromira inkonzisztens, hogy végül is mit is tudnak ezek az exoskeletonok, mert mindig pont annyit, amennyit a történet megkíván. A lézerfegyverek pedig annyira nem különböznek a sima fegyverektől, hogy amiatt nagyon változzon a játékmenet. Viszont például a Smart Granát, ami kikeresi magának az embereket, külön érmet kaphatna a játékmechanikai újítások speciális olimpiáján. Ritkán érzem magam egy játékban teljesen nevetségesnek, de itt most sikerült. Meg akkor ott vannak az ilyen jelenetek, hogy mászunk fel egy ház falán, hogy a tetőről titokban rárontsunk a terroristákra, és odaszól a csapattárs, hogy kerüljem ki az ablakot, nehogy észrevegyenek. Persze, meg ne lássanak, biztos nem fogják hallani a trappolást a falon, ami úgy hangzik, mint hogy egy Transformers Death Metal együttes próbálna az erkélyen. És ezeket még azt se tudja ellensúlyozni, hogy Kevin Spacey egy igazi tehetség. Komolyan, szeretem Troy Bakert meg a többi mostanában nagyon futó videójátékos színészt, de Kevin Spacey egy másik téridőségben helyezkedik el. Korunk szerintem egyik legjobb színésze, és itt is hozza a kötelezőt, meg még arra két lapáttal. I don't know whether to be proud or terrified. Perhaps both.
karakterét zseniálisan adja elő, de ő se tud mit kezdeni a klisé monszunnal, amiből a játék története áll. Bár lehet, hogy fölöslegesen tévem a számaz ezekről a dolgokról, mert a Konot sokan úgy játszák, mint hogy épp egy lobotómi után épülnének fel, és nem érdekli őket, hogy legyen egy történet, aminek kohéziója van, vagy egy játékmenet, ami nem fullad egy viccbe pár óra után. What am I, a whore in post-war Berlin, salivating over free stockings and chocolate? Mert tény, a mozgási rendszer, amit most használnak az Exo-knak hála, erőrelépés, de itt jön ki, hogy a Kod a magjában romlott, és ennyi nem elég, hogy egy érdekfeszítő játékmenetet tudjanak elénk tárni. Ja, és azt még nem is mondtam, hogy a játék többet tölt, mint egy humbákfalvi kocsmáros. Lehet ez PC-specifikus probléma, konzolon nem próbáltam, de mind single, mind multiban hosszú perceket kellett néznem a loading screen-t. Már Frankon, Gran Turismo 5, meg Dead Rising egy flashbackjeim voltak tőle. Amin az nem segített, hogy minden beállítás változtatásnál a játék fogja magát és újra tölt nulláról. Régen nem láttam ilyen borzasztóan frusztrálóan töltő játékot. Az meg a suszpén, hogy nem értem, hogy mire föl. A játék továbbra is úgy néz ki, mint amit megrágott és kiköpött egy kutya. Az átvezetők hiába gyönyörűek, maga a játék szerintem a Black Ops 2-höz képest sem javult szinte semmit. Igaz, a Ghostnál szebb, de azt nem nevezném teljesítménynek. Az olyan, mint óvodásokkal ketrec harcolni. Pedig ez már teljes mértékben kiaknázhatná a Next Gen adta lehetőségeket, de semmi előrelépés nincs. Ja, pedig ezt már a harmadik stúdió fejleszti, a Sledgehammer. Nem Infinity Ward és nem Treyarch. Ergo így már minden Kodra tudnának szállni 3 évnyi fejlesztést, csak látnám, hogy hova megy el az a 3 év. Mert ez nevetséges, ami most itt van. Meg persze nem is fut jól, de hát mit várok én? Na de mielőtt tovább lépnék a multira, még egy dolgot hozzak meg veletek. A játék elejé körtúra. Igen, itt is van egy, mert ugye az nagyon bejött a korábbi Kod részeknél, kell ide is. Az eredeti ötletek meg irány a temető. Na, de miért érdekes, mert kb. A végére fogtam a hasam a röhögéstől. A körtúrán átmegyünk az Atlas bázison, de egyszerűen képtelen vagy komolyan venni ezt az egészet, mert mint az egész komplexumot direkt úgy építették volna fel, hogy majd egyszer körbevezetnek valakit, és azt majd le kell nyűgözni. A kocsival robothangárokon megyünk keresztül, meg a katonai tréning útvonal a pont a főút fölött vezet át. Zseniális ötlet, hogy az épp kiképzéssel lévő gyalogság a forgalom fölött ugráljon. Egy-két katonát halálra gázolnak? Se baj. Mert egyszer majd jön egy fontos ember, és őt le kell nyűgöznünk, mekkora királyok vagyunk, és az út fölött ugrálunk. Annyira iszonyatosan abszurd és zavaró tud az lenni, amikor ilyen hülyeségekkel vesz ki a játék az élvezetből. Komolyan mondom, ezt a játékot én nem játszottam volna végig, ha nem kellett volna bemutatót csinálni róla, pedig eddig az összes Kodot valamennyire tudtam élvezni a kampányban is, és végig játszottam. De akkor beszéljünk a több játékos dolgokról. Először is, az Advanced Warfare kapott egy extra játékmódot, mint ugye a Spec Ops küldetések, meg a zombi mód volt a korábbi Kodokban, aminek a neve Exo Survival. Ez gyakorlatilag nem több és nem kevesebb, mint egy túlhypolt hordamód. Jönnek a körök, fejleszted az exoskeletonodat, a fegyvereidet, ölöd az ellengyűjtöd a cuccokat, ha éppen azt kell, és túlélsz 3 haveroddal. Szerintem erre a legjobb szó az, hogy izzadságszag. Itt lett volna lehetőség a Sledgehammernek, hogy megalkossanak valami kis extrát, amit csak az ő kodjuktól kaphat meg egy játékos. Erre egy ilyen egyszerű hordamódot kapunk. Fáraszt, de akkor beszéljünk a multiról. Did you think I'd forgotten you? Perhaps you hoped I had. TDM-ekről, a Domination-ökről, stb. Azt kell mondjam, a multinak nagyon jót tett az, hogy a mozgási rendszer teljesen átalakult. Ugye kapunk dupla ugrást, meg jobbra-balra kitérést, de ehhez még hozzávertek a Kodtól megszokott módon egy rakás játékmódot, aztán lehet hadakozni. Az egyetlen full új játékmód pedig az uplink, ahol egy szatellit golyót kell eljutatnunk a célig. Mint az ismerős lenne. Az Aria Tournamentben Bombing Run-nak hívták, és jobban belegondolva a jobbra-balra kitérő ugrás és az Aria Tournament védjegye, várjunk csak. Tehát a legújabb Kod szinte összes játékmeneti újítását copy-pastelték az Aria Tournamentből. Belevágtak pár sima, meg lézerfegyvert, aztán mehet a polcokra. Jó, kicsit genyó vagyok, mert miért ne lehetne jó helyről másholni, de a Titanfall legalább próbált valami egyedit vinni a mozgási rendszerébe a falon futással. Félrejétés ne essék, nagyon jót tett az Advanced Warfare multiának ez az újítás, csak azért kicsit nevetségesnek tartom, hogy a játékipar gyakorlatilag piacvezető sorozatának a szomszédba kelljen menni minden ötletért. Szerencsére azért a pályadizájnokat sikerült jól az új mozgásrendszerhez igazítani, és meglepően jó érzés rajtuk szaladgálni akár épületen belül, kívül vagy fölül. Valamint itt jobban kijön a sci-fi lézerfegyverek hatása a játékra. Mivel ezeknél már abszolút fölösleges belenézni a célkeresztbe, ezeket lehet derékból küldeni. Valamint ugye ezeknél végtelen töltényt kapunk, csak ugye tárcsere helyett hűteni kell a fegyvert, amikor túl sokat lövünk vele. Természetesen megkapjuk a rakás kioltható kis műtyűrünket, most már kiegészítve a karakterink ruháival. Őszintén szóval a fejlődési rendszert jól eltalálták a multiban, valamint tetszik, hogy a loadoutoknál a limitált számú cucc mellett döntöttek, amit ugye úgy osztunk el a perkek, a fegyverek és egyebek között, ahogy akarunk. Az eddigi kodos rendszerek közül szerintem ez a legjobb. Now I have something I can work with. Multiban egyébként az az érdekes, hogy eddig mindegyik kodnál el lehetett mondani, hogy ja, kb. Ugyanaz, de aki szereti a
gondolt, annak biztos, hogy tetszeni fog. Ez itt most nem egészen áll már fent, mert ezúttal történt annyi változtatás, hogy még talán a legdiehardabb plot fant is elriasztatja a játéktól. Viszont ahogy én róttam a köröket benne, ennek az ellenkezőjét nem igazán vettem észre, hogy be tudna a játék húzni azokat, akik nem voltak oda a sorozatért eddig, mert ahhoz meg túlságosan kod maradt. Persze ezt majd az idő eldönti, vagyis amikor a legtöbb kodjátékos eléri a pubertást. Ezt nem lehetett kiadni. I'm not going to lie. I despise children. There. Újdonságként lehet beszélni még a lootként eső fegyverekről, mert ezekről annyit kell tudni, hogy előre meghatározott felszereléssel kapod őket, már úgy, hogy rajtuk van az attachment meg a skin, és be tudod őket rakni a sátódok. De tudjátok, mi nem szép dolog? Hazudni a játékosoknak. Aki figyelemmel követte a megjelenés előtt a COD házatájáról érkező nyilatkozatokat, majd belevágott magába a multiba, annak feltűnhetett, hogy egy valami nagyon nem kóser. Nincsenek már megint dedikált szerverek, csak peer-to-peer matchmaking, aminek egy bizonyos nem publikus része szervereken fut egy hibrid rendszerben, ami ugye csak arra nem jó, hogy nem minden harmadik meccsem így nézzen ki. Persze ez nem újdonság, csak azért szembeköpés, mert korábban lenyilatkozták a fejleszték, hogy de bizony rendes dedikált szerverek lesznek. De meg külön kis basznak azokkal, akik csak úgy megvették a játékot és eszükbe se jut, hogy a fájlokba belenyúljanak, mert tudni illik, a matchmaking alapping követelménye 800 millisekundum. Ha valaki szokott sokat online játszani és szokta nézni a pinget, általában 50 fölötti szerverre már rá se nézünk. De a kodnál úgy érzik, hogy a majdnem 1 másodperces ping még bőven játszható a játékosoknak. Nyilván nem lehetetlen, csak fakanállal se szoktunk defektes kereket foltozni. Szóval ennyi az új kód. Megkaptuk a szokásos adagot az exoskeletonnal, amivel lehet duplát ugrani meg a levegőben májerkedni, ami a multihoz remek adalék, csak ezt leszámítva az egész játék 100 sebből vérzik, amire ez nem gyógyír. De ez csak a jéghegy csúcsa, mert nem véletlen, hogy minden magára valamit is adó játékos egyből elkezd fanyalogni, hogyha szóba kerül a Call of Duty. A kód egy olyan igényszint és piaci átalakulást hozott el, ami hosszú távon nagyon káros. Persze nehéz a sikerüket támadni, hisz mindenkinek ki kell fizetni a villanyszámlát valamiből, de amikor egy sorozat annyira a saját paródiájává válik, hogy a chipsekhez meg a Mountain Dew-hoz adnak játékbeli fejlesztéseket, akkor már bajok vannak. Pár évvel ezelőtt még az emberek poénból photoshopoltak ilyeneket, ma meg már ez a hivatalos kommunikáció. Ezzel csak az a baj, hogy akarjuk vagy sem, a COD per pillanat a legfiatalabb gamereknek van marketingelve, őket pedig elég könnyű az ilyesmivel behálózni, elfogadtatni velük, hogy ez így normális. Ha pedig ez már megvan, lehet megint lejjebb rakni a lécet, még igénytelenebbre és sablonosabbra csinálni a játékot. Megtalálni az abszolút legalját ennek a szórakoztatási ágnak, hogy ott hülyére keresse magát pár öltönyös pénzember. When the money's coming your way, you don't ask any questions. Hát azt senki sem mondhatja nekem, hogy nem elszomorító az, hogy már három fejlesztő is teljes erőbedobással Call of Duty-kat fejleszt. Régen, hogyha három különböző fejlesztőről beszéltünk, szóba se jött még szinte az se, hogy egy zsánerbe csinálnak játékot, mindenki próbált valami egyedit alkotni. Persze akkor nem is évente kellett kilökni egy új részt egy sorozatból, de ez most sincs feltétlenül így. Nézzünk csak rá egy Rockstarra vagy egy Naughty Dogra. Kinek van szüksége arra, hogy minden évben megvegyen egy új kodot? Eddig úgy nézett ki, hogy egyre többnek, viszont a visszaesett Advanced Warfare előrendeléseket nézve lehet, hogy végre fordulóponton vagyunk. És talán, hogyha a vásárlói piac nyomást tud gyakorolni a kiadókra azon keresztül, hogy kiadnak egy kodot, még az is lehet, hogy 10 év múlva nem abból fog állni egy konzolból szekrény, hogy max egy tucat nagyon profitábilis játékból fent van három verzió is, hisz az utóbbi 4 hónapban csak 2 adtak ki belőlük. Na sziasztok! Tetszett a videó, látogass el az otherworld.hu-ra, iratkozz fel hozzánk itt az online vagy az offline csatornánkon, valamint kövess minket Facebookon vagy Twitteren.